halálkereskedők. Nem tudod, hogy kell dobni a labdát. Jimmy, gyere el onnan! Túl veszélyes! Jasmine, add ide a labdát! Mami! Apa, dobd a labdát! Oké, menj messzebb! Messzebb! Még! Gyerünk, dobd a labdát! A forgatókönyvet írta David Sparling. Zenéjét szerezte Serge Colbert. Jimmy! Jasmine! Az ebéd kész! Jövök! Señor Randall. Mi történik? Semmi, kedvesem. Bocsássam meg. Fényképezte Peter Belcher. Beszélni szeretnék a férjével. Azért jöttem, hogy segítsek változtatni a véleményét. Megmondtam ezerszer az embereinek. Én nem szolgálok senki. Nincs más választásom. Mami! Jasmine! Jasmine! Úgy volt, hogy nem ölünk meg senkit! Nem ölted ezeket az embereket! Fogd be, gringo! Vagy te jössz! Szerencsés napod van, a gringo. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Azért gyűltünk össze ezen a mai napon, barátok, ismerősök, hogy a családtagok fájdalmában osztozzunk. Rendezte Jossi Wein.
tudja magyarázni a történteket? Oké, fiúk. Mindenki szabad, ha kiadjátok nekem Pamelát. Kérem Pamelát! Mit ácsorogsz itt? Öld meg a fattyút! Pamela megvan? Nincs benne. Francba. Megcsináltad, te gazember! Négy zsaru halott, rendel! Valakinek vállalnia kell a felelősséget! Ez nem játék, Bogeter. Tisztázott kellett volna Washburnnel. Sam! Bennett, higgadj le! A francba, Sam! Azon vagyok, hogy elkapjam Pamelát, és Rendel úgy döntött, hogy Supermant játszik. Amin egész idő alatt dolgoztam, ő tönkretette. Tönkretettem? A rendőröket szafatokra szedték, Sam. Meg kellett tennem, amit tenni kellett. Az embereit azért ölték meg, mert nem tudtak engedelmeskedni a parancsra. Az embereimet azért ölték meg, mert rossz útra vitte őket, és megparancsolta nekik, hogy ne lőjenek. Így történt? Pontosan. Gondoltam, az is az én hibám, hogy a Pamela elleni bizonyítékok felszívódtak. Pontosan. Mi a fészkes fenét csináltál ott egyáltalán, rendőr? Tessék! Neked semmi keresni valód nem lett volna ott. Ez Portland város. A mi körzetünk, érthető? Bennett ügynök, lenne olyan szíves az irodámba fáradni. Szeretnék néhány szót váltani Washburn századossal és rendőrmesterrel. Aztán maga és én megbeszéljük a történteket. Remek. Ahogy ön óhajtja, Pembroke. De most közlöm önnel, hogy addig nem szállok le az ügyről, míg ezt a forró fejét megfelelően meg nem rója. Efelől biztosítom önt. Főnök, hallgassuk meg Jim variációját is. Minek? Másik nap, de ugyanaz a régi baromság. Le kellett volna hordjam az első alkalommal, amikor bohóckodott a Gardner ügynél. Ehelyett én hallgattam, nem vettem komolyan, de én leszek az, aki égő pofával sétál be a kapitány irodájába. Főnök, de Bennett? Nem érdekel, őrmester. Speciális szolgálatot kell teljesítenie, ahol feladata átgondolni a történteket és pszichiátriai felmérésen részt venni. Pszichiátriai felmérésen? Ne csinálja, semmi bajom sincs. Maga szerint. Már éppen ideje volt, hogy észrevegyük, nem így gondolja? Megkérni vedősz doktort, hogy fáradjon ide, kérem? Igen, uram, azonnal. Jó napot, százados. Nyomozó. Doktor.
Nos, nyomozó, ha készen van, akkor ajánlom, hogy vágjunk bele. Mibe vágjunk bele? Talán az első beszélgetésbe. Doktor, majd gondolkodom rajta. Megbocsásson, de dolgom van. Ha keresztül megy azon az ajtón, rendel. Magának vége. A visszahelyezése azon múlik, hogy hajlandó-e teljes mértékben együttműködni Weathers doktorral. Megértette? Igen, uram. Helyes. Nos, doktor, magára bízom. Körülbelül egy óráig tart, nyomozó. Kezdhetjük? Nézze, Miss Weathers, bocsásson meg, de tényleg úgy érzem, hogy csak időpocsékolás volna, és biztos vagyok benne, hogy ön is így gondolja. Dr. Weathers, nyomozó. És tudja mit? Nincs időm kekeckedni. Ha nem hajlandó erőfeszítést tenni, szóljon most rögtön, csak szívességet tesz nekem. Nos, hallotta Pembroke-ot, nincs más választásom, ugye? Ha meg akarja tartani az állását. Azt hiszem, kezdjük el. Doktor, bevetésem voltam, és ha nem haragszik, szeretnék megmosakodni, mielőtt elkezdjük, ha lehetséges. Persze, itt várom. Hé, minden rendben? Igen, Rudinál vagyok. Tessék. Hogy vagy, Rudi? Jól. Ez mire jó? Ha legközelebb ismét súlyos gondjaid lennének. Egy nagyot adjál, Rudi. Ezt már szeretem. Te, Rudi, szerinted én bedilisztem? Zsarú vagy, ne felejtsd el. Hát persze. Ó, Istenem. Weathers doktor, hogy sikerült a megbeszélés a rendelő őrmesterrel? Úgy sikerült, ahogy az várható volt. Jó. Mr. Pembroke, miért nem küldték rendelnyomozót már korábban pszichiátriai vizsgálatra? Kérdezze meg Washburn parancsnokot. Valóban? Bocsásson meg. Nos, hát a legjobbakat. Magának is, főnök. Nyomozó, mi történik önnel ma délután? Csodálkozom, hogy nem hallottam még Pembroke-ról. Hajlandó vagyok önnek egy kis szabadságot adni, nyomozó. De nekem is megvannak a korlátaim. Miért van még itt? Ne csinálja, Doki. Meg kell értenie, hogy a pszichológiai felmérés nem igazán jó a karrieremnek. Most feltételesen, hogyha elveszítenék egy csavart, segítene nekem, hogy megerősítsem és megtartsam a jelvényemet? Feltételesen? Igen, úgy gondolom. Érdekes képek. Tudja, ez a legújabb hobbim. Szabad időmben ezt csinálom. Nagyon tetszenek. Köszönöm, hízelgő. Használhatom a telefonját? Igen, természetesen. Igen, semmi újság. Rendben. Nézd, beszélek Gordonnal, és aztán felugrom hozzád. Ne csináld, Sam. Rendben, rendben.
10 perc múlva ott vagyok. Igen, szia. Mennem kell. Legalább beszéljük meg egy újabb időpontot. Tényleg mennem kell, nézze, felhívom magát holnap, és megbeszélünk valamit. Rendben, így jó? Jó, rendben. Megegyeztünk. Köszönöm. És tudom, hogy ő az összekötőd. De ha bármi köze van Pamelához, Bennettel közölnöm kell. Igen. Hogy sikerült a találkozás Weathers doktorral? Nagyszerűen, Sam. Jó. Jimmy, tudod, hogy soha nem ütöttem az orromat a dolgaidban? Igen, ezt mindig is nagyra értékeltem nálad. Nézd, ami a családoddal történt, borzasztó. És pokolian értelmes. Várj csak, mire akarsz kiukadni? Nem folytathatod így. Ez teljesen felemész, Jim. Tudom. De érted, amit mondok? Jól van, hallottalak. Jézusom, úgy beszélsz, mint egy feleség. Nos, mikor találkozol a fickóval? Általában egy sötét sarokban rejtőzik, mint egy kis patkány. Itt van, és söpredék. Na, francba. Bennett nem az egyetlen, akit magasról leszarok szemben. Jim. Sam, gyere! Újra töltöm! Ah.
bacski, semmi komoly. Gyere! Ez az. Jó. Semmi vész. Jó. Jimmy. Beszélnem kell veled, mielőtt még túl késő lenne. Mire mondod, hogy túl késő? Mindjárt jobban leszeszem, oké? Semmi szüleid. Ott voltam. Sam, most izgatott vagy, ne beszélj rendben, ne törődj ezzel. Mondom, ott voltam. Én is ott voltam. Nem tudtam, hogy megteszik. Én megpróbáltam őket megállítani. Ismersz engem, Jim. Próbáltam, te... Tudod, hinned kell nekem, Jim, hinned kell. Mit mondasz, Sam? Ki? Ki hiszem? Ki hiszem? Nem tudom a nevüket, és az okot sem. Próbáltam kitalálni, tudod, az igazság miatt. Lehet, hogy te majd megtudod. Mit tudtál meg, Sam? Perion Exports. Anthony. Anthony? Ki az? Hello, rendelnyomozó. Tudja, milyen nagy csalódás, hogy csak egyszer ölhetem meg? Jövök már! Hé, haver, jól vagy? Meghalt. És te? Emma, nem tudom, hogy mit mondjak. Jól vagy, Jim? Úgy tűnik, mintha valami nyomná a lelked. Nem tudom, mit szólsz hozzá, Emma, de ott volt, amikor... Tudod, azon a végzetes napon... Elmondta? Mondta neked, ugye? Ó, Jim. Mióta tudod? Nos... Soha nem beszélt erről. De a gyilkosság éjszakáján magán kívül volt. Néhány hónappal később mondta, hogy belekeveredett valami szörnyű dologba. De ő nem csinált semmit. Megijedtem. Nem is akartam többet tudni az egészről. Aztán amikor később a szárnyai alá vett, de a mai napig én nem hittem, hogy ő valójában... Emma, ő mondta nekem, hogy nem tudta, hogy mit csinálnak, és hogy ő valójában meg akarta állítani őket. Elhittem neki.
Jó ember volt, Jim. Éppen el akarta mondani, hogy mi ki volt benne. De nem tudta befejezni. Emma, ha van valami, bármi, amit el tudsz nekem mondani, kérlek. Sajnálom, ez minden. Sam nem tudott róla. Igazán nem. Igazán szép szem, de nem volt nagy segítség. Rendben, nyomozó? Őszintén sajnálom Washburn parancsnokot. Nagyon nehéz lehet magának. Igen. Ez mi? Hivatalosan az ügyet lezárták. De ha beszélni szeretne velem, szóljon csak bármikor. Mondjuk most? Persze. Úgy értem, órán van egy osztállyal egykor, de... Jó, szeretnék önnek mutatni valamit. Ezt akartam megmutatni. Itt történt. Olvastam a gyilkosságról az aktájában. Tragikus és értelmetlen az egész. Igen, én is így hittem. Mostanáig. Mi ez? Olvassa. Ez felfoghatatlan. Most már tudom, hogy miért ellenezte a pszichiátriai kivizsgálást.
tud valamit a hipnózisról? Csak keveset. Miért? Nem tudom, csak kíváncsiságból. Jobb, ha most megyünk. Hello. Hogy vagy? Egy üveg cambukát kérek. Eszembe jutottak a régi dolgok. Megtudtál valamit? Nem. Add ide a poharakat. Hogy vagy, pajtás? Jobban. Igen. Sam meghalt. Pembroke pedig elkap téged előbb vagy utóbb. Igen, sejtem. Most mit fogsz csinálni? Nem tudom. Tüzet. Nos, ha bármire szükséged van, tudod, hol találsz meg? Hallottál már a Hyperion Exportsról? Hyperion? Hyperion? Igen, ismerősen hangzik. Figyelj, Billy, menj vissza a rendőrségre. És keresd ki mindent a Hyperion Exportról a számítógépben. Rendben. Most jött el az idő. Remek. Hey, nem jó ötlet, Cimbora. Fogd be. Oké, fiúk. Kínni. Ma eltemettem egy kedves barátomat. Sokat jelentett nekem. Késtél? Tetszik, ahogy átalakítottad. Otthonos. Ez az? Hyperion akta. Törvényes üzlet, papírok. Ha csak nem folytatnak mellékfoglalkozást is, például luxusautókat tartanak raktáron, vagy hivatalos engedélyeket árulnak, netán orgazdák. Mi ez az egész egyáltalán? Valami közel van? Jó, ki nem mond, ki nem mond. Kérsz sört? Vagy inkább viszkit? Nincs munkád, semmi dolgod nincs. Hát délutánom szabad. Billy, értsd meg, sok a munkám, gyere! Nagyon szép, nagyszerű. Lemerem fogadni, hogy nem hívnám meg egy nyomvat itarra. Hm? Tessék! Ez meg mi? Sör, viszki, amit akarsz, Billy. Hálás köszönet, rendőr. Vegyél egy italt. Hát persze.
Hyperion Export. Ez magánterület. Hogyne, elnézést. Hé, hey, azt hittem, hogy felhívsz. Foglalt volt a telefon. Na, mit hoztál? Elárulnád nekem, miért készítesz fényképeket egy alvilági vezérről? Inkább nem, Billy. Azt hiszed, hogy Birch volt az egyik gyilkos? Nem tudom. Jézusom, az 25 évvel ezelőtt volt. Nem lesz könnyű dolgod. Igen. Oké. Nem megyek. Hé, hey, Billy, ne terjeszd senkinek, oké? Okay? Jó, rendben. Kösz. Birchet kábítószerkereskedelemmel gyanúsítják. Kenning a volt polgármester az Encher Holdingba fektette a pénzét. Kenning úr, Fidzs úr! Ó, Fidzs úr, örvend! Mester úr! Ó, nem, nem. Mostanában, Bob, foglaljon helyet. Megkínálhatom valamivel? Nem. Kábítja! Miről is ír maga tulajdonképpen? Remélem megengedi. Természetesen. Sam Washburn. Washburn? Úgy rémlik, hogy volt valami róla a múlt heti újságokban. Igen, Sam Washburn a narkócsoport parancsnoka volt a portlandi rendőrségen, és szolgálatteljesítés közben halt meg. Ó, igen. Borzasztó. Borzasztó tragédia. Ön nem ismerte? Nem. Nem emlékszem. Mire akar kiukadni? Nos, egy sztorin dolgozom, ami azokról az őrültekről szól, akik hamisan vádolnak nagy vállalatokat, vagy befolyásos egyéneket, mint például ön. Nos, egy barátom az Oregoniannál eljutatott nekem egy levelet, amelyet Sam Washburn neki küldött. És ez engem most azért érdekel, mert Sam Washburn a portlandi rendőrség parancsnoka. Nem illik bele a képbe. Most erről szeretnék egy kicsit többet megtudni. Á, értem. Emlékszik a Randall család meggyilkolására 1974-ben? Akkor ön hivatalban volt, ugye? Igen, természetesen emlékszem. Borzasztó dolog. Borzasztó. Látja, Bob, ebben a levélben, amit Sam Washburn küldött, azt állítja, hogy kapcsolat volt a Hyperion és az Elkondor között. Nos, azt állítja, hogy maguk meggyilkolták a Randall családot, mert a földjükön olajkutakat akartak fúrni. Meg akarták szerezni a földjüket. Á, ez felháborít. Természetesen. Kikereshetem az ezzel kapcsolatos papírokat, egy kis időt veszik. Nem szükséges. Van itt egy másolatom. A papíron az áll, hogy a farmot 3 héttel a gyilkosság előtt. 3 héttel? Ne értsen félre. Soha nem ülök fel eféle locsogásnak. Látja, keresem azt a dolgot, ami összekapcsolja ezeket az őrülteket, és beleillik az én elképzelésembe. Értem már, ön nem ismerte őt, de lehet, hogy valaki a Holdingtól ismerte Sam Washburnt. Finchberg úr, én vagyok az Actor Holding. Mindenben én döntöttem. Az első naptól kezdve.
Nos, gyanítom, hogy gondja akadt egy fickóval, aki a másik két vállalat egyikének dolgozik. Tudja, Bob, annyi időt megtakaríthatna nekem, ha összehozna valakivel a Hyperion és az El Condorból. Semmi akadálya. Evelyn, összeszedne néhány információt Fitzberg úrnak Anthony Beechről, a Hyperionból és a Hervé Valeszkézről az El Condortól. Adja oda neki, amikor kimegy. Óriási. Örülök, hogy segíthettem. Tudja mit? Felveszem a kapcsolatot Hervé Valeszkézzel és Anthony Birchesszel. És megmondom nekik, hogy maga hívni fogja őket. Nagyon köszönöm, sokat segített. Remélem, nem tartottam fel nagyon. Szóra sem érdemes. Ne felejts el elküldeni a cikket, ha befejezte. Úgy lesz. Parancsoljon, Fidzsó úr. Köszönöm. Okirat. Házasságlevél. Hello, bejöhetek? Természetesen. Gondoltam, kihasználom, hogy felajánlott nekem egy kis beszélgetést. Miről szeretne beszélni? Egyszer kérdeztem, hogy mit tud a hipnózisról. Igen. Látja ezt a fickót? Ez itt Anthony Birch, hírhedt bűnöző a városban. Úgy hiszem, hogy köze volt a családom meggyilkolásához. Emlékszem a szemkötőjére. Az egész egyfajta rémálom. Egyszer azt olvastam, hogy hipnotizálással elérhetjük, hogy olyan dolgokra is emlékezzünk, amelyekre azelőtt soha. Ez könnyen meg lehet. Igen, igen. Azt akarom, hogy hipnotizáljon. Ez nagyon traumatikus lehet. Nem baj. Hajlandó vagyok rá, mert minden részletre emlékezni szeretnék. Ez sok mindent megoldana neki. Biztos benne, hogy ezt akarja? Igen. Rendben. Próbáljuk meg. Nagyon lassan fog menni, Jim. Azt akarom, hogy gondoljon arra, hogy mi volt 25 évvel ezelőtt, amikor elveszítette a családját. El tudja mondani, hogy hol volt azon a bizonyos napon? A hegyen voltunk. Kirándultunk. Mamával. És papával, és Jasminnel, és gyönyörű nap volt. Papa és én labdáztunk. Papa olyan magasra tudja dobni a labdát, de meg kell találnom. Miközben keresem a labdát. Hangokat hallok, idegenek, azt hiszem. Igen, idegenek. Mikor visszajövök a labdával, három ember van ott. Veszekednek a papával. Hallja, hogy miről vitatkoznak, Jim? A kalóz vitatkozik a papával. Kalóz? Miért nevezik kalóznak, Jim? Van egy szemkötő rajta.
Azt akarja, hogy a papa eladjon. De a papa nemet mond. Nem. Mindenki nagyon dühös. És akkor ez a spanyol férfi megőrül, és lelövi Jasmine-t. A spanyol férfi megöli a mamát, és a papa dühös lesz. És a spanyol férfi leüti a papát, és lelöki a szikla tetejéről, és leesik. Én meg elrejtőzöm. Rendben. 3-ig számolok, és amikor megérintem az arcát, felébred. 1, 2, 3. Hogy ment? Szerintem előrébb jutottunk. Sajnálom, tudom, hogy nem volt valami kellemes. Igen, tudom, hogy érti. Nagyon jó ötlet volt, mert mindenre, amit szerettem volna megkérdezni magától, válaszolt. Tekerje vissza, kérem, az elejére. Három férfi és a papa veszekednek. Hallja, hogy miről vitatkoznak, Jim? Azt akarják, hogy a papa eladjon. Amikor megkérdeztem arról, hogy van-e ötlete, hogy a férfi mit akart megvenni az apjától, a farmot mondta. Nos, ők földművesek voltak. Másuk nem volt, csak a földjük. Igen. Úgy gondolom, hogy megvan egy lehetséges indíték. Valaki az apja farmját akarta, és ő visszautasította, hogy eladja. Nos, én azt hiszem, ez is valami. Igen. És most? Köszönöm, Maggie. Sokat segített. Örülök. Készen áll. Viheti, amikor akarja. Rendben van. Minden a terv szerint halad? Uh-huh. Igen. Csináld csak, amit mondtam, oké? Parancsoljon. Szóval, hogyan halad a dolgokkal? Nem túl jól. Sajnálom. Mi az? Semmi. Semmi fontos. Remélem, hamarosan szerencsével jár. Mi a baj? Há, semmi. Lehetséges, hogy keveset aludtam, és azt érzem. Majd kiheveri.
Igen, Billy, Jim vagyok. El kell mennem valahová. Nem a saját autómmal. Gyere, értem. Szia, szia. Mi a szar ez? Jézus, ezek a fickók nem tudják, hogy csalódtak. Ezek a fickók nem tréfálnak. Aha. Csinálj valamit. Hol kaptad a jogosítványodat? New Yorkban szereztem. Billy, jön egy vonat. Egy vonat! Látom. Ezt hogy csináltad? Már biztos lelásztuk őket, Billy. Remélem. Hát ez mi? Nézd csak meg. Ki a francok ezek? Nem tudom, de nagyon érdeklődnek Maggie Weathers és én irántam. Ezek nem fognak szarakodni. A telefont. Halló? Maggie, Jim vagyok. Figyeljen, beszélnem kell magával. Találkozunk kell egy nyilvános helyen, érti? Mi volna, ha az egyetem könyvtárának az előcsarnokában találkoznánk? Igen, a könyvtár jó ötlet. Már úton vagyunk. Rendben, érte megyek. Segíthetek valamiben, uram? Nem, köszönöm. Weathers doktorral van találkozó. Pontosan mikor? Most. Intézzétek el. Erősítést kérek! Üdvözlöm, Weathers doktor. Velem jönne, kérem? 13 töltény van ebben a fegyverben. Tudsz számolni?
Charlie, jól van? Mi az ördög történt itt? Néhány mániákus lövöldözni kezdett. De dörzsdoktor hol van? Én nem láttam, de azt mondják, egy fekete limuzin vitt el. Hová megyünk? Mit gondolsz, ahová Maggie-t vitték? Dr. Weathers? Ki az? Hamarosan találkozunk, kedvesem. Azt hiszem, személyesen kell társalognunk. Mit akar tőlem? A hallgatását, doktornő. Miről beszél? Mr. Randall fenyegeti az érdekeimet. Önt pedig a társaságában látták, így aztán... Ez baromság. Nem vagyok éhes. Érezze otthon magát. Anthony Birchett elítélték korrupcióért. Birchett felmentették. Tudja mondani, mi az ördög folyik itt? Egy mániágus robbantgatja a raktárt. Ő az? Azt hiszem, jobb, ha most megyünk. Ezért valaki megfizet. Fogadok, hogy egyáltalán nem akartad 25 évvel ezelőtt bántani a családomat. Hol van Weathers, doktor? Nem tudom. Nincs itt. Fogalmam sincs. Oké, haver. Majd beszélsz a rendőrségen.
Gyerünk! Gyerünk! A fenébe. Igen, itt Birch. Anthony barátom, itt Hörvi. Leszámoltál már Rendellel? Igen, hol a lány? A lány? Már ezt egyszer megbeszéltük. Ki ez? Mi ez a zaj, amit hallok? Velázquez úr, az Anchor Holdingtól kaptam meg az ön számát. Jó napot. Igen, nagyszerű. Akkor tudja, hogy miért telefonálok. Óriási. Nagyon köszönöm, uram. Úgy tűnik, hogy nekem sikerülni fog, Pepe, amit Anthony elrontott. És befejezhetjük a Rendell saga történetét. Az az idióta útban van hozzánk. Szia, Mac. Igen. Figyelj, Caracasban leszek holnap. Azt akarom, hogy a sofőröm legyél. Ne csinálj több hülyeséget. Tartozol nekem ennyivel. És egyébként majdnem elfelejtettem mondani. Szükségem lesz fémre. Úgyhogy tudod, mire gondolok. Oké? Holnap. Szia. Hé, ha egyszer vége lesz ennek, leülünk sörözni, jó? Te veszed? Igen. Jól hangzik. Viszlát! Kialudni egy másnaposságot? Hát nem könnyű meg. Isten hozott Venezuelában. Megvan a holmi? Hátul. Hová a pokolba megyünk? Az a név, hogy Velázquez mond neked valamit? Velázquez? Néhány éve az a szóbeszéd járta, hogy a kávéüzlet fedezi a kukai szállítást, de nem derült fény a... Márjál csak! Csak nem akarod azt mondani, hogy előveszed ezt a... Nem veszem elő. Visszateszem. Nem fogsz dohányozni az én gépemen. Bizottság. Remélem, tudod, hogy mi az ördögöt csinálsz, Rendell. Visszakapod a szivarodat, de jobban nem szállsz ki.
Remélem nem tart sokáig. Figy? Igen, én vagyok. Önért jöttünk. Rendben. Felé. Mi a fene történik itt? Hozza a cuccat! Jó, már is. Thank you.
Légy olyan kedves, és hozd ide nekem Rendel urat. Szóval te voltál. Szenyor Rendel, örülök, hogy megérkezett. Amikor kisfiú voltam, Herbie, végignéztem, ahogy megölted a családomat. Rendel úr, igazából mit akar ön? Lelki békét. Soha nem találod meg Gringo. Pofa be! Te vezetsz! Indulás! Ja. Remélem, nem zavarja, hogy kocsikázunk. Adios, Rendel! Nem az én ötletem volt, hogy megöljem a családodat, Rendel. Akkor kié? Húzd fel és megmondom neked. Várok, Hörvi. Ki? Kenning volt. Ő mindig szeretett lövöldözni. Bob Kenning. Bob Kenning? Ez az igazság, mondtam. Ráadásul a kokain üzlet is az ő ötlete volt. Miért? Húzd fel! Húzd fel és megmondom! Miért? Gyorsan, sok pénzre volt szükségünk. Sikerült. Aztán még többre. Annyira, amennyit csak együtt tudtunk összehozni. Kenning kapcsolatai, Birch emberei és az én zsoldosaim. Húzd már fel! A mocskos kis birodalma az én családom csontjaira épült. Gyere! Na gyere! Rajta nyomás! Gyere! Van még egy gép, amit elérünk. Ja!
Indulhatunk? Na, hol van az utasod? Ne aggódj érte, nem lesz vele több gondunk. Vitez, doktor! Mi még valójában sohasem találkoztunk, de beszéltünk telefonon. Igen, emlékszem. De még mindig nem értem, hogy miről beszél. Amit mondani akarok, az ön Rendel barátjára tartozik. Valójában nem nekem kéne ezzel foglalkoznom, de miután már sok bajt okozott nekem, megtanultam, hogy soha ne adja az ember másra, amit maga is meg tud tenni. Gazember. Kenning úr, tűnjünk el innen, mielőtt ez az egész hely ránk borul. Velőrsz, doktor? Ha volna szíves. Dokumentumokat a szívből is találkozunk hátul. Megmondta az igazat, érti? Azt akarja, hogy bocsánatot kérjek, azt várhatja. Megölte a családomat. Az apja makacsága miatt nem volt más választásom. Nem haragudtam rá. Üzleti ügy volt. Gyilkosság. Üzleti megfontolásból. Igaz? Nem. Inkább úgy tekintem, mint egy hatalom átvételt. Elég a tréfából, Kenning. Hadd menjen. Nos, doktor. Úgy tűnik, hogy maga lesz a bosszú áldozata. Nem, ez nem bosszú. Örömmel hallom. Van egy ajánlatom. Lejjebb engedi a pisztolyt, a doktor életbe marad, és csinos összeget fizetek azért, hogy... Nincs alkú, engedje szabadon. Nem mondhatja, hogy nem próbáltam meg, drágám. Nos, hogy csináljuk? Először a doktor lövöm le, aztán lelő engem, ugye? Rendben, engedje el. Adja át üdvözletemet a kedves szüleinek. Vigyázz! Yeah.
Itt Pembroke parancsnok, a helyszínen vagyok. Jól vagy? Vége van, Jim. Igen. Vége van. Rendel! Megtudhatom, hogy mi folyik itt. Vége van, főnök. Vége? Minek? Mi az ördögről beszél? A lelki békémről beszélek. Lelki béke. Azért jobb lenne, ha a földön maradna. Mi az ördög ez? Hallgassa meg. És nem sokára beszélhetünk a jelvényemről. Pembroke parancsnok beszél. Küldjék ide a romeltakarítókat, és hozzanak egy tucat hullazsákot. Mi az, hogy elfogyott? Mit csináljunk most? Van egy ötletem. Meghívlak a lakásomra. Le akarsz fényképezni? Igen, azt is. Billy Gordon. Megjöjj a barátom, Billy. Hello. Tartozom néhány itallal neki. Nos, megyünk Rudyhoz és megiszunk néhány koktélt. Oké. Benne vagyok. Magyar hangok. Forgács Péter, Orosz Anna, Selmeci Roland, Áron László, Juhász Tóth Frigyes, Csé Németh Lajos, Szűcs Sándor, Koncz István, Palóci Frigyes, Vennes Emmi, Molnár Levente, Molnár Ilona, Bokor Ildikó, Rácz Kati, Rudas István, Tejzi Gyula, F. Nagy Zoltán, Vizi György. Magyar szöveg Szécsi Júlia, hangmérnök Hegede Béla, gyártásvezető Borkesz Andrea, szinkronrendező Győrvári Judit. A szinkron a Best Hollywood Kft. Megbízásából a Sington stúdióban készült. Producer Csaba László. Forgalmazza a Best Hollywood Kft.